Szeretném először, hogy mutatkozzatok be így a nevetekkel, meg minden. Csosztánszki Miklós vagyok, és a pénzügyőrgési pénzügyőrgési pénzügyőrgési. Igen, akkor közben téged is. Pontok Janek Fanni vagyok, és a pénzügyőrgés a női hármért pályás csapatnak vagyok a csapatvezetője a Pingbullnak. Szeretném, hogyha néhány mondatot mondanál a Pingbullról, hogy hogy került a pénzügyőr kötelékébe a Pingbull. Nagyjából másfél évvel ezelőtt kerestünk egyesületi hátteret, és akkor Csosszival együtt több egyesülettől is kaptunk lehetőséget, és Lackó Róbert, mint a pénzügyőr egyik dolgozója, illetve aki a női csapattal is foglalkozott, ő keresett meg, és vele beszéltünk, illetve az akkori szakértővel, a Demeter Tamásra, szimpatikusnak találtuk a pénzügyőr sportegyesületet, és ez mellett döntöttünk. Téged kérdezlek, úgy tudom, hogy másfél éve kerültél a kapcsolatba a női csapattal. Milyen volt a csapat, amikor átvetted a munkát? Mi az, amit sikerült azóta elérni? Na, amikor átvettem a munkát, akkor éppen egy ilyen csapatváltás, illetve bajnokságból való visszalépés közepén voltak. Úgyhogy azt kellett megszervezni első lépésben, hogy hogy fejlődjünk úgy, vagy hogy tartsuk meg a fejlődést, hogy bajnokságban nem szerepelhetnek. Mert ugye edzőmeccseket próbáltuk megoldani a bajnokság keretein belül, hogy a visszalépés után azokra a csapatokkal edzőmeccseket játszunk, akikkel amúgy bajnoki mérkőzésen szerepeltünk volna. Utána ugye az első fél év arról szólt, hogy megismerjük a csapatot, kicsit ők is engem, a szokásaimat, azt, hogy milyen stílusú kerettel állok szemben. Amikor ez megvolt, akkor utána kitűztük az egyes célokat, és most már másfél év után mondhatom azt, hogy ezeket a részcélokat elértük, és akkor most újabbakat fogunk kitűzni a jövő évre. Mik voltak a célok erre a bajnoki évre? Sok játékos érkezett, mindenféleképpen szeretük volna őket a csapatba beépíteni, mind a közösségbe, mind a játékrendszerünkbe, illetve azt is meg kellett nézni, hogy olyan típusú játékosok jönnek, akkor kell-e változtatni valamit a szerkezetben, vagy az elképzelésen, amit mi eddig játszottunk, vagy szeretünk volna. Úgyhogy ezek voltak a fő célok, és ezeket sikerült szerencsére. Szerintem az olvasók, illetve a weboldalnak a nézői nem annyira ismerik, ezt 3/4 pályás bajnokságban játszotok, és még erről egy néhány mondatot, meg itt a lebonyolítás, és egy kicsit bonyolult azért, hogy ezt. Igen, a lebonyolítás tekintve nem a megszokott, mert 25 csapat nevezett, és ezt a 25 csapatot 5 csoportban. És ez a Pest megyei bajnokság, ugye? Pest megyei, így van, 3/4 pályás, ami azt jelenti, hogy a 16-os vonalra van tolva az 5x2-es kapu, ugye kisebb kapu. Pályaszélesség az ugyanaz, mint a rendes nagypályájé. A szögletet ugyanúgy rendesen a széléről kell elvégezni, oda-vissza csere van, tehát aki lejön, az visszamehet. Les az viszont nincsen, ugye? Les is van, ugye? Les is van ugyanúgy, tehát a nagypályás les szabályokhoz igazodik ez is. Tulajdonképpen a szabályok minden másban megegyeznek a nagypályás lesről. Tehát az egy csoportban, és akkor úgy fogják ezt lebonyolítani, hogy most első félében játszottunk oda, visszavágott minden csapattal, azt a csoportba sorsoltak, és az első két helyezett a felsőházba, az utolsó három helyezett az alsóházba, hozták csak majd a jövő félében. És másodikak lettetek, tehát akkor feljutottatok a felsőházba. De Fannit is kérdezem közben, hogy... Igen? Hát igazából egy ponttal lemaradva, és a nagy riválist is sikerült egyszer legyőznünk, úgyhogy emiatt főként elégedettek vagyunk. Te milyen poszton játszol, Fanni? Irányító középpályás kérdezem. Melyik mérkőzésre emlékszel vissza a legszívesebben a bajnoki évből? Hát talán a Tatár-Szentgyörgyi győzelem volt a legjobb. Ők az elsők, a Tatár-Szentgyörgyek? És mi lett az eredmény? Hát amikor nyertünk, mert ugye oda-vissza vágunk, amikor nyertünk, akkor 2-1-re nyertünk. Kik a csapatnak a legjobb játékosai, kik azok, akik, egy kicsit tudom kellemetlen kérdés ilyet föltenni, de kik azért a húzó emberek, úgymond? Igazából a mi csapatunk az egységre alapult, tehát vannak tényleg fontos játékosok, olyanok, akik meghatároznak akár a posztjukon, akár más tekintetben is, de fontos az, hogy ez az egység megmaradjon. Tehát, hogyha vannak is játékosok, akkor ne az legyen, hogy kiemeljük, hogy rajtad múlik az, hogy nyerünk, vagy nyerünk, vagy bármit, hanem az legyen, hogy mindenkinek megvan a feladata, és azt maximálisan a képességéhez mérten megcsinálja. Természetesen vannak olyan szituációk, hogyha adott játékosok nincsenek ott, akkor azért vagy máshogy kell játszanunk,
vagy változtatni kell egy kicsit a felfogásunkon, akár védekező taktikával, vagy egy kicsit jobban megosztva a felelősséget, de nem szeretnék most kiemelni egy-egy játékosan, mert szerintem az nem lenne így vélem. Hányan vagytok összesen, mekkora a játékos keret? Most jött pár új, tehát hogyha mostani létszámot tekintjük, akkor most már 23. Az nagyon komoly. És nem gondolsztak, én mindig feszegetem ezt a dolgot, hogy nagy pályára, akár egy nagy pályás csapatot is csinálni. Ha már ilyen nagy létszám van, akkor nincsenek olyanok a csapatban, akik ezt akár forszíroznak? Természetesen vannak, de amikor én is ide jöttem, tehát egy nagy pályás csapatnál voltam edző, viszont a lányok jelezték, hogy szeretnék ezt a 3-4 pályát tartani, és ezért én ehhez alkalmazkodtam. Úgyhogy akik ide jönnek és elfogadják úgymond ezt a feltételt, ezek tovább ezt nem forszírozzák. Néha talán elteszik, vagy megemlítik, hogy jó lenne, de ők ezt elfogadták, amikor ide jöttek, és ehhez tartják. Ugye most túl vagyunk akkor így a bajnokság felén, kicsit ugye bonyolult. Milyen eredményre? Mivel lenni elégedett a bajnokság végére? Milyen eredményre? A bajnokság végére igazából akkor lennék elégedett, hogyha az utolsó meccsünkön, amit mutattunk, volt egy 20 perces periódus, amit a bonyolóban játszottunk, hogyha ezt tudnánk bevenni egy 30 perces, vagy két időn belül akár 20-20 percre, akkor elégedett lennék. Eredmény, ezt most nem szeretném megnevezni, hogy első, második vagy harmadik helyen, de szerintem most már... Ez anyából az első és a harmadik. Így van, azért nem lenne rossz, de vagyunk, vagy képviselünk olyan erőt, olyan egységet, hogyha ezeket a periódusokat meg tudjuk indítani, akkor azért nem kell senki tudni. Mikor kezdődik majd a felkészülés a tavaszi szezonról? Hát ez a lányoknál ez nagyon érdekes, mert ők nem nagyon szeretnek pihenni, ami tök jó, és ez a munkamorájukat is így jelenti, hogy ők szeretnek focizni, és amik árhat tehetnünk, akkor az egész évben végig edzenének, de most azért lesz egy kicsit pihenő, de január első csütörtökén, akkor már edzésbe állunk. Természetesen még lesznek azért egy kicsit elhangoló edzések, de január közepe felé mindenféleképpen belecsapunk a közepébe. Különböző tornák, amin részt vesznek, akár ilyen teremtorna, vagy ilyesmi? Hát most voltunk Vödöllőn, illetve most egy saját szervezésű tornával készülünk január 13-án, még eddig sosem szerveztünk tornát, de reméljük, hogy ez jó sikerül. Itt lesz a Kőjér utcában? Itt a Csalzóban szeretnék ezt megrendelni. Hát akkor ezt majd csinálunk neki, egy kis reklámot előtte majd a tornát. Szuper, köszönjük! Hát köszönöm szépen akkor az interjút, és további sok sikert akkor majd a most jó pihenést, aztán még most sok sikert majd a felkészülésben. Köszönöm.